ugye a mai előadásnak két előadója is lesz, ugye Vági Balázs, illetve én is. És ugye az előadás címe a Hogyan utazzon egy biológus járványhelyzet idején. Nagyon fontos elmondani az előadásnak az előjárójában, hogy mi ketten nem vagyunk utazási guruk, mi ketten nem vagyunk koronavírus szakértők, tehát hogy amit mi most itt elmondunk, a senki se úgy vegye, hogy na jó, ez a tökéletes vírus ellen való védekezés, ez a tökéletes utazás szervezés, mi azt mondjuk meg, hogy mi hogyan csináltuk. Mind a ketten olyan országokba jártunk, amely ugye a koronavírus első hullámának idején fokozottan érintett volt, mind Olaszország, Balázs esetében, mind Spanyolország az én esetemben, és azt hiszem az előadó társam nevében is mondhatom, hogy tulajdonképpen a koronavírust illetően olyan dolgokról fogunk beszélni, én ezt két csoportba tudtam magam osztani, hogy mi az utazásunk során mit tapasztaltunk az adott ország koronavírushoz kötődő intézkedéseiből, tehát hogyha egy turista ellátogat Spanyolországba, vagy ellátogat Olaszországba, akkor most éppen mit tud tapasztalni a koronavírushoz kötődően, illetve azt tudjuk még elmondani, hogy milyen a helyi embereknek a koronavírushoz fűződő attitűdjeik, tehát hogy a helyi emberek hogyan élik meg a koronavírust, hogyan igazodnak a koronavírus megfékezéséhez kötődő intézkedésekhez. A koronavírus kapcsán ilyeneket tudunk majd megosztani az előadásunk folyamán. Nagyon érdekes, különleges természeti helyekre fogunk elutazni, különleges állatfajokkal fogunk találkozni. Én vissza is adom a szót előadó társamnak, Vági Balázsnak, és akkor megkérlek Balázs, akkor az előadás első felében indítsd a túravezetést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Annyit elmondanék még, hogy mi Bozóki Balázssal nem igazán beszéltünk össze azon túl, hogy felosztjuk egymás között ezt a mai előadást, és ő is mesél a saját élményeiről, meg én is mesélek a saját élményeimről, hanem igazából mind a ketten készültünk egy előadással, ami az én esetemben úgy fog kinézni, hogy ennek lesz egy első blokkja, amiben inkább a járvánnyal kapcsolatos dolgokról fogunk beszélni, és lesz egy második blokkja, amiben meg konkrétan az utam során megtapasztalt természeti élményekről szeretnék beszélni, amiknek egy részét osztottam a csoportba is, de azt hiszem, hogy lehet róluk bővebben meg szóban is beszélgetni. Úgyhogy igazából ez lenne a mai előadásnak a menete. És akkor én most rátérnék arra, hogy mi volt az oka annak, hogy én az idei évben Olaszországba utaztam, mi volt ennek az előzménye. Azt kell tudni, hogy az én utitársam, Erős Levente, akinek néhány fotóját be is fogom mutatni, ő nem biológus. Ő nekem a legrégebbi barátom, akit óvodáskorom óta ismerek, és amúgy informatikus lett belőle. Viszont 3 éve rendelkezik egy lakókocsival, és ezzel a lakókocsival már tett különböző túrákat. És én egy valamit tudtam, hogy valamikor szeretnék becsatlakozni hozzá egy ilyen lakókocsis túrába, és eléggé adta magát Olaszország. Ennek pedig az az oka, hogy én azért biológusként, amikor utazgatok, akkor nagyon szívesen megyek olyan helyre, ahol a természeti látnivalókon van a hangsúly elsősorban. De aki engem ismer, az esetleg tudhatja azt, hogy például a gasztronómia engem nagyon érdekel, és Olaszországról van egy nagyon jó gasztronómiai könyvem, Váncsa István szakács könyvének, ennek a Lakoma című sorozatnak az Olaszországról szóló kötete. Ugye Váncsa István egy publicista, akinek nagyon erőteljes gasztronómiai érdeklődése van, és ezen kívül egy olyan világlátása van, hogy szereti a világnak az összefüggéseit feltérképezni, tehát hogy például az adott régiókban miért azt teszik az emberek, milyen kulturális, milyen természeti vonatkozásai vannak mindennek. Tehát magának a könyvnek a stílusa hozzá nagyon közel állt, és kiderült belőle az, hogy az olasz csizma az egy sokkal sokrétűbb hely annál, mint hogy egy országként az egészet egy kalap alá vegyük, és nyilván nem véletlen az, hogy a történelem folyamán Olaszország az nem egy egységes állam volt, hanem nagyon sokáig sok különböző fejedelemségre, grófságra, hercegségre volt szétszakadozva, hiszen területileg nagyon heterogén ez az ország. Tehát igazából én azért mentem Olaszországba, hogy ezt a sokszínűséget földerítsem, hogy ebben a furcsa évben elkísérjem egy olyan barátomat, aki nem elsősorban biológiai érdeklődésű, de mégis van egy metszete a közös érdeklődésünknek,
Ezen kívül Leventéről tudtam azt, hogy egy nagyon alapos és elővigyázatos ember, akivel megéri járvány idején utazni, mert valószínűleg oda fog figyelni arra, hogy minimális legyen a fertőzésnek a esélye. Én most megosztom a képernyőmet, rámegyek az első képekre, amiket szeretnék megmutatni. Ez volt a járművünk. Leventének a kocsia, illetve a hozzátartozó lakókocsi. Ez egyébként egy szlovén gyártmányú, meglehetősen régi darab, amit Levente alaposan felújított. És amit itt mutatok, ez egy jellemző szituáció volt az út során, hogy megálltunk egy benzinkútnál. Ez esetben nem tankolni, de volt, amikor tankolni álltunk meg, vagy valamit beszerezni. És ilyen esetekben mi a lakókocsinak a vizes blokját használtuk, tehát nem mentünk be a benzinkútnak a saját megfelelő helységeibe, ilyen módon is csökkentettük a kontaktot más emberekkel. A következő képen ásványvíz zsugorfólia látszik, ami ki van rakva a napra. Hát azért látszik, hogy ez be is van csomagolva, tehát elég sterilnek tűnt, de hogyha olyan dolgot vásároltunk, aminek ez így nem nagyon állt meg, akkor sokszor kiraktuk őket a tűző mediterrán napra, hogy ezáltal is csökkenjen a fertőződésnek az esélye. Volt, amikor a kocsival külön kirándultunk, tehát lecsatlakoztattuk róla a lakókocsit, ebben az esetben néhány toszkán városkát látogattunk meg. Majd mindjárt beszélek egy kicsit Toszkánáról, meg a régiós különbségekről Olaszországon belül. Ilyen esetekben tudtunk magunkkal vinni vizet, kézmosással, kézfertőtlenítőt, tehát útközben is biztosítva volt az, hogy megfelelő módon tisztálkodjunk. Na most említettem azt, hogy Toszkána volt az első olyan olasz tartomány, ahol megálltunk, ez az olasz csizmának nagyjából a közepe. Földerítettük azt, hogy éppen mi az aktuális helyzet Olaszországon belül, és hát látszik, hogy van itt egy olyan weboldal, ami elég részletesen foglalkozik ezzel, hogy milyenek az esetszámok, milyen a járványnak a lefutása, ezt nézegettük előjáróban. Hát ha lejjebb megyek, akkor itt látszik az összes eddigi esetnek a kumulatív száma, ez a piros görbe, és látszik, hogy Olaszországban is időközben elindult egy második hullám. Hát ez az ilyen barac színű, vagy nem tudom milyennek mondanám, tehát ez a görbe, ez pedig az aktív esetek számát jelenti. A mi útunk az nagyjából július közepétől augusztus első hetéig terjedt, tehát ez jól látszik, hogy ez az olasz országos értékeknek is a minimuma, és azt kell tudni, hogy ezek a 10 000 fölötti aktív esetek is nagyon egyenlőtlenül osztottak meg Olaszországban. Ennek a jelentős többsége az észak-olasz régiókra korlátozódott, míg a dél-olasz régiókban olyasmi esetszámokkal lehetett találkozni, mint amik akkoriban Magyarországon is jellemzőek voltak. Tehát nyilvánvaló, hogy ha az ember fertőzött régióból ne menjen egy alulfertőzött régióba, mert viheti magával a vírus, tehát ez nem szerencsés. Viszont én mindig úgy gondoltam, hogy ha a megfelelő elővigyázatossági lépéseket betartja, akkor két hasonló fertőzöttségű régió között utazhat. Nyilván az a lényeg, hogy ezeken a helyeken mit csinál. Ha lejjebb megyek, akkor hát itt is látszik ugye a napi növekmény, és az is, hogy szeptemberben náluk is elindult egy újabb hullám, illetve ami még itt érdekes lehet számunkra, az a régióknak az összehasonlítása, tehát ahol a maximális számokat találjuk, ezek mind az észak-olasz, tehát itt nem is régiók, hanem talán megyék vannak, vagy nagyobb városok megjelenítve. Van egy régiós táblázat is. Hát ez az aktuális helyzetet mutatja. Nyár közepén, amikor mi elindultunk, akkor a déli régiók, tehát Campania például, vagy Szicília, ezek sokkal kevésbé voltak fertőzöttek. Tehát egy ilyen mérlegelés is megelőzte a mi útunkat, úgy ítéltük meg, hogy nem megyünk fertőzöttebb területre, mint amilyen fertőzött területen vagyunk. És ahogy mondtam, ezek közül az első, amit meglátogattunk, az a csizma közepére eső Toszkána volt. Toszkánában nézegettünk városokat, nem nagyon sokat. Ez Siena főtere, Siena Toszkánának egy híres városa, és hát látszik azt, hogy ez egy óriási főtér, ami el lehet képzelni, hogy egy normális turista szezonban tömbe van turistával. Hát itt nem mondhatjuk azt, hogy ezen a nyílt térségen magas volt a fertőzésnek a kockázata. Egyébként ennek a főtérnek még az a másik funkciója, hogy
lóversenyeket szoktak rajta tartani, ez egy régi szénai tradíció, tehát ezért is van egy ekkora nagy nyílt térség a város közepén. Ez már az Amalfi parton fekvő Positano, ahol szintén el lehet képzelni az egyik legfestőibb hely Olaszországban, lesz még más kép róla, turisták özönének kellene itt lenni a nyár közepén, hát ehhez képest meglehetős kihaltság volt, és azért mi ennek ellenére, ha például beültünk egy kávézóba, akár a nyílt térségre, akkor maszkot viseltünk folyamatosan, és ezzel biztosítottunk némi védettséget magunknak. Ez a Sorrentói kempingünk, tehát a nápolyi öböl mellett, a lakókocsiba soha nem léptünk be a kint használt cipővel, sőt, amikor olyan volt az ajzat, aztán később mindig kempingbe leterítettük ezt a szőnyeget is, tehát igazából már ez is egy tiszta, higiénikus térségnek számított. A kempingeknél azt kell tudni, hogy hát a becsekkolásnál, meg egy-két ügyintézésnél nyilván recepciósokkal kapcsolatba kellett lépni. Olaszországban mindenki maszkot viselt, és kellett is viselnie kötelező jelleggel ilyen helyeken, és hát persze rajtunk is volt, amikor kommunikáltunk a kemping alkalmazottaival, de hát mondom, hogy ez végül is minimális mennyiségű eset volt. A kempingbe magába igazából nem éreztük azt, hogy nagy veszélynek lennénk kitéve, nyílt térség volt, és az emberek elég jól el tudtak különülni egymástól. Ez már egy szicíliai kemping, hát ugye Szicíliában át kellett kelni kompon, amiről most képet nem hoztam, de nyilván a kompon is a maszkviselés az kötelező. Ezt a kempinget azért fotóztam le, mert itt pont úgy szálltunk meg, hogy egy hétvége elkezdődött. És a mostani zsúfoltság, ami ezen a képen látszik, az a hétvége kezdete, és amikor ennyire tele lett ez a kemping, akkor mi tovább is álltunk. Előtte azért jóval kevesebben voltak, jóval szellősebben voltunk, hát itt is az eddig látott módon kempingeztünk, és átmentünk ebbe a dél-szicíliai kempingbe, tehát Szicíliának a legdélebbi csücske, és hát itt látszik, hogy azért jóval szellősebb a helyzet, itt se éreztünk különösebb kockázatot. Amit még itt megmutatnék, mert erről külön kép nem lesz, hogy az előző kempingek azok olajfák által voltak árnyékolva, ezek a sudárabb, magasabb fák, ezek viszont tájidegen eukaliptuszok, amiket előszeretettel ültetnek az olasz kempingekbe, hát nyilván sokkal gyorsabban megnőnek, mint az olajfa. Olajfának a megfelelő méretűre növesztése az akár több évszázadig is eltart. Itt volt az itteni elrendezés, hát látszik, hogy lakókocsi körül is nagyon szellős térség volt. Ez Noto városa Szicíliában, ami a képen látszik, ezt Levente egy postahivatalból fotózta. Ez a rendőr itt azért posztol a postahivatallal szemben, hogy ellenőrizze azt, hogy bárki, aki bemegy a postára, az maszkot viseljen. És volt olyan, hogy valaki maszk nélkül szeretett volna bemenni, rendőr odajött, udvariasan figyelmeztette, és miután az illetőnél akkor nem volt maszk, neki meg kellett várni a kint a postán ügyet intéző társát. Ez szintén Leventének az újítása, amivel kapcsolatban én meglehetősen szkeptikus voltam. Ez egy olyan kenyér, amit gázrezsón lehet elkészíteni, és kovászos kenyér, tehát otthon nevelt házi kovásszal készül. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha ideálisak a körülmények ilyen kenyér készítésére, és jól el vannak az összetevők találva, akkor teljesen egyenértékű a boltban vásárolhatóval. Hát nyilván ez is csökkenti a fertőzés kockázatát. Egyébként ilyen módon lehet itt a lakókocsinak a beépített tűzhelyén megsütni ezt a kenyeret, és tényleg valójában annak ellenére, hogy egy pontszerű hőforrás van alatta, az ember megfordítja, akkor meglehetősen jól át tud sülni, és kérgesül kívülre, úgyhogy előszeretettel fogyasztottuk ezt a kenyeret. Néha volt, hogy elrontottuk, tehát például az olaszoknál kétféle liszt van. Van a mi szokásos finom lisztünk, tehát van a durumbúzának a lisztje, amit a pasztáknak a készítésére használnak, tehát abból nem olyan nagyon jó kenyeret lehet készíteni.
Akkor a következő képen Gallipoli városa, ez egy Puglia tartomány, tehát a Csizma sarok, és hát annál egy nagyobb régió, tehát Olaszországnak a dél-keleti része, de Gallipoli az ténylegesen a Csizma sarkon helyezkedik el, és az látszik, hogy ahol már ennyien voltak, ez a kisváros az meglehetősen zsúfolt volt, ott azért mi maszkot viseltünk az emberek között is. És még egy kép a visszaútról. Amikor visszafele indultunk, akkor egy nagyon enyhe emelkedés elindult az esetszámokban, és hát visszafele, ugye lakókocsival azt kell tudni, hogy azért nagyon gyorsan nem lehet venni, tehát a lakókocsi vontatása közben az autónak a végsebesség az 80 km/h, akkor is, ha az ember autópályán megy. És visszafele ezért nem is szálltunk meg semmilyen kempingbe, hanem egyszerűen egy benzinkútnál megálltunk, ami Pádova környékén volt, ha jól emlékszem, tehát ez már Észak-Olaszország, és itt kizárólag a lakókocsinak a saját vizes blokját használtuk, illetve azokat az élelmiszereket fogyasztottuk, amiket korábbról magunkkal vittünk, és innen már gyakorlatilag egy menetben haza tudtunk jönni, pár nappal korábban, azért is, mert jól lefárasztott minket ez az út, illetve hát nyilván elővigyázatosságból is az emelkedő esetszámok miatt. Hát gyakorlatilag én ennyit szerettem volna mondani magáról a járvány kezelésről, és akkor most átmennék a másik fotóblokkra, amin a látnivalókról beszélnék, tehát azért megéri utazni mindenféleképpen, és mindenkit arra biztatnék, hogy ha tényleg ennyire alaposan rákészül, és ennyire elővigyázatos, akkor menjen nyugodtan. Tehát Olaszországban is élnek emberek, ők is, nagyon nagy részük nem lett beteg, nagyon elővigyázatosak voltak, mert súlyosan érintette őket a járvány, és hát az ember közben tényleg fantasztikus dolgokat tapasztalhat. Én most itt a természeti látnivalókról fogok beszélni, mondom, hogy az utunk az nem csak arról szólt, vagy nem elsősorban arról szólt. Én azonban igyekeztem mindig időt szánni arra, hogy az útnak a természeti szépségeit is átéljem és dokumentáljam. Tehát ahogy említettem, az első tartomány, ahol megálltunk, ez Toszkána volt. A Toszkán táj az nagyjából így kell elképzelni, a fás vegetációhoz jellemző mediterrán fajokból áll, mint például az olajfa, ami itt látszik az előtérben, és Toszkána az meglehetősen dombos. A lankásabb dombvidékeken gabonát termelnek, de gyakorlatilag a gabonatáblák között elég sok ilyen mediterrán növényeket tartalmazó, mediterrán fásszárvakat tartalmazó erdő, sáv vagy bozótos található. A következő kép az egyetlen olyan kép, ami nem a sajátom, hanem a net, nem, ez még a sajátom. Az egyik jellemző hüllő ezen a tájon, ez a mi faligyíkunknak, tehát a Podarcis muralisnak az ottani alfaja, ez a Nigri ventris alfaj, és látszik, hogy annak ellenére, hogy csak alfaji különbség van a mi faligyíkunkhoz képest, hát ez egy meglehetősen más színű, más mintázatú állat, elsősorban a zöld szín dominál benne, egy elhagyott épületnek a falán találtam meg ezt a példányt az imént bemutatott tájban. És ugye nem összetévesztendő az olasz faligyíkkal, a Podarcis siculussal, amiről majd még fogok beszélni. Na ez az, ami netről vadászott kép, hát ilyen kígyót én ott láttam, de megfognom, lefotóznom nem sikerült. Ez a Hierophis viridiflavus, magyarul hagyományosan sárgászöld haragos siklónak nevezett faj, nem igazán találó a neve. Angolul ez a Western Dipsteak, tehát nyugati haragos sikló, ez a név ez jobban leírja, hogy pontosan miben különül el a többi haragos siklótól. Hát ugye egyrészt nem ugyanabba a génuszba tartozik, mint a miénk, a mi kaspi haragos siklónk az Dolichophis caspius. Tehát kicsit távolabbi rokon, de egy hasonló testfelépítésű, nappal aktív és nagyon gyors kígyót kell elképzelni. Az ember elég korán fölkelt reggel, ez a korán ez azt jelenti, hogy ilyen 6 és 8 óra között még láthatta ezeket a kígyókat napfürdőzni, általában a fás bokros sávoknak a szegélyén, és hát nagyon gyorsak voltak már akkor is, úgyhogy elég reménytelen volt ennél közelebbi ismeretséget kötni velük. Következő kép, ez Positano városa Amalfi partról. Most mutatok egy térképet,
gyakorlatilag a nápolyi öbölnek a térsége az olyan, mint nálunk a Balaton felvidéknek a legfestőibb részei, tehát mondjuk a Tapolcai medence a Balatonnal együtt, nyilván olasz léptékben annyira a legfestőibb, leglátványosabb tája az országnak. Ugye itt van Nápoly, és itt van mellette a Vezúv, amiről majd még lesz egy kis szó. Itt van Pompei városa, ami egy ma is létező város, és a nápolyi öbölnek a déli határa az a Sorrentói félsziget. Sorrentói félsziget közepén húzódik egy hegység, ez a Lattari hegység, ez nagyjából tejelőnek lehetne a nevét fordítani, ez egy mészkő hegység, tehát ez nem vulkáni eredetű. És Positano az itt van, és gyakorlatilag a Sorrentói félszigetnek a déli partja, ez a nevezetes Amalfi part, Amalfi az egy város ezen a partvidéken, és hát ahogy a képen látszik, nagyon meredeken szakadnak itt a tengerbe a hegyek. Ami itt biológiai vonatkozású, Váncsa István azt írta a szakácskönyvébe, hogy az itteni halasoknál lehet találkozni a villásfarkú abroncshallal, amivel én nem találkoztam ennél az egy halasnál, ahol benéztem, de minden esetre azt nagyon tudom ajánlani, hogy a halpiacokat, halboltokat mindenki nézegesse biológusként külföldön járva, vagy tenger mellett járva, mert nagyon érdekes állatokat láthat is, hát meg vehet is, és akár fogyaszthat is, amit mi nem itt, hanem Szicíliába később, de megtettünk, és ezekből a halakból főztünk. Itt a felső képen vörös tengeri márnák láthatók, amik nem pontyféle halak, hanem egy önálló családot alkotnak. Az állukon van két meglehetősen merev tapogató, amivel az ajzatot tapogatják ezek a halak, fenékről táplálkoznak. Azt még elmondom róluk, hogy a rómaiak azért szerették nagyon a vörös tengeri márnát, mert ahogy ez a hal elpusztul, a színe megváltozik, és mindenféle színárnyalatokon megy át, és ezt szerették nézni. Emellett egy elég jó húsú, de meglehetősen szálkás halról van szó. A lenti hal az pedig a Szentpéter hal, vagy kakas hal, ami onnan kapta a nevét, a Szentpéter hal nevet, hogy van egy fekete pötty az oldalán, és erről a legenda úgy tartja, hogy ez Szentpéternek az új lenyomata, aki ennek a halnak a szájában valami pénzt talált, amivel ki tudta magát verekedni adósságokból. A kakashal nevet meg onnan kapta, hogy a hátúszója az olyan, mint a kakastaré, nagyon megnyúlt hosszú sugarai vannak. Ez egy eléggé drága hal, viszont mindenkinek nagyon tudom ajánlani a fogyasztását, mert teljesen kemény, szálkátlan, ízletes húsa van. Ezek a halak, ezek már megvannak tisztítva, tehát arra nem vállalkoztunk, hogy mi belezzük, meg mi pikkelyezzük le. Tehát ha valaki a halasnál látja őket, akkor még ennél is intaktabb formába találkozhat velük. No, és akkor Nápoly, illetve a nápolyi agglomeráció. Ezt mondtam, hogy a Lattari hegység van a Sorrentói félsziget közepén, annak a gerincéről látjuk itt a háttérben a Vezúvot. Elég szépen látszik a Vezúvnak az alakja, tehát hogy gyakorlatilag a régebbi magasságából sokat elveszített, tehát korábban egy teljes vulkáni kúpot alkotott, de ennek a teteje egy korábbi kitörésnél lerobbant. Most azt én nem tudom, hogy ez a Pompeit elpusztító kitörés volt-e, ha jól emlékszem, akkor időszámításunk szerint 79-ben, vagy egy későbbi kitörés. De ugye ilyenkor, amikor lerobban egy vulkán teteje, akkor a kráternél tágasabb kör alakú gyűrű, egy kaldéra marad meg, és utána Vezúv utána ebben egy kisebb kráter épített. És amit még látni kell a képen, ez az elképesztő méretű nápolyi agglomeráció, és ehhez kicsit visszamegyek a térképre, tehát gyakorlatilag végig az öbölparton olyan városok húzódnak, amiknek a lakossága az több tízezer fő. Tehát itt 40-60-80 ezeres városokra kell gondolni, de az egésznek a közepén itt trónol a Vezúv. Tehát tulajdonképpen egy nagyon szűk tengerparti sáv az, amiben ezek a városok szétterülhetnek. És ugye ráadásul ezek olyan városok, amiknek az elődei a nagy kitörésnél a római korban elpusztultak. Ugye Pompeit már említettem, a mai Castellam Mare di Stabia, a római kori Stabiénak az utódvárosa, és hát itt nem nagyon látszik, de valahol itt van Herculano, ami Herculánumnak az utótelepülése, mai Herculano is egy több tízezres város. Ezek a városok
3 milliós népességgel rendelkeznek, tehát ez nagyjából akkora, mint a budapesti agglomeráció, és egy időzített bombán ülnek, mert ugye a Vezúv az mind a mai napig egy aktív vulkán. Hát itt látszik Pompej, amit elpusztított ez a híres kitörés. Ha egy kicsit még azért Pompejről beszélnék, ugye Pompej az annyiból is érdekes lehet számunkra, mint egy turistás helyszín. Hát turista itt is alig-alig volt. Az, hogy itt nem látunk embereket, az teljesen általános. A nyílt térségekben tulajdonképpen még a maszkviselése volt nagyon indokolt, hogyha valami benti kiállító térbe mentünk, akkor ott természetesen ez kötelező is volt, és a magunk érdekében is megtettük. Délebre mentünk, és Calabria tartományból fotóztam ezt a naplementét, és akkor én azt még nem is realizáltam, hogy ez a kis kúp, ami itt a horizonton látszik, ez a Stromboli, ami Olaszországnak az egyik legaktívabb vulkánja is, ugye ez egy vulkáni sziget, ami körülbelül 900 méter magas. Szicíliától északabbra a Lipári szigetek részét képezi. Ezek között van az a ma már eléggé inaktív vulkán, ami a Vulcano névre hallgat, vagy Vulcanus, hogyha a lókori nevét mondom. Erről kapták a vulkánok úgy általában a nevüket. Amit még érdemes megnézni itt Calabriában, hogy egy meglehetősen bővízű folyó folyik itt a tenger felé. Kicsit talán ezt is meg tudom mutatni a térképen, tehát hogyha itt lejjebb megyünk. Igen, így most lejjebb tudunk menni. Kicsit kinagyítok belőle. Tehát ugye Calabria az a csizmaor. És a közepe az egy hegyvidék, hát ugye az olasz csizmán végig húzódik az Appenninek, és az Appennineknek van egy kalabriai vonulata. És majd még ide föl fogunk menni a hegyekbe, tehát erről ott egy kicsit részletesebben fogunk beszélni. Ugye látszik az, hogy a csizmaor az tulajdonképpen egy észak-déli félsziget, és a hegyvonulat is észak-déli kiterjedésű. Nyugat felől jönnek a páratelt légtömegek, ezt a kalabriai Appenninek szépen megcsapolja. Ezért van az, hogy a nyugatfele folyók azok ilyenkor nyár közepén is meglehetősen bővízűek, és dús, lombos erdők borítják ezt a tájat. Következő megállónk az már az Etna Szicília szigetén. Az Etna az körülbelül 3300 méter magasságú vulkán, szintén egy aktív vulkán. Mi olyan 2000 méter magasra tudtunk fölkapaszkodni rajta, és hát itt gyakorlatilag a frissen született vulkáni kőzet határozza meg a tájnak a képét. Itt is voltak turisták, de hát látszik, hogy ezen az óriási kiterjedésű helyen az ember elég jól elvonulhatott messzire. Például én itt fotózgatok, mindjárt mutatom is, hogy többek között micsodát, hát ezeket a sáskákat, amik a vulkáni kőzeten éltek, és gyakorlatilag akkor lehetett őket észrevenni, hogyha felröppentek, mert egyébként annyira jól beleolvadtak a vulkáni kőnek a színébe. Érdekes, hogy lesz még kép a kőzetről magáról, de ennek ugye egy része az ilyen törmelékes kőzet, ami hogyha nagyon finom, akkor ugye ez a vulkáni hamu, ami például Pompejt eltemette, és van ennek egy ilyen kavicsszerű, nagyobb szemcse átmérő, ilyen habkő jellegű változata is, itt ilyen kőzetet látunk, és hát van, ahol láva folyások voltak, ami egy sokkal tömörebb és nagyon más állagú és más színű kőzet. Hát itt nem tudom, ki mennyire látja, itt van ez a bizonyos sáska, meglehetősen jól elbújva a kövek között. Az Etnáról annyit kell tudni, hogy ennek egy nagyon érdekes vulkáni működése, hogy nem a központi kráter tör ki sok esetben, hanem úgynevezett parazitakráterek növekednek az oldalán, és egy ilyen parazitakráter látszik itt. Hát itt az útnak a vége is látszik, ami fölvezete ez a turisztikai központhoz az Etnának ezen a részén. Tehát 2000 méter magasságban vagyunk, és itt látszik egy ilyen frissen, viszonylag frissen született kráter, tehát az ilyen azért egy évszázadnál nem idősebb. És az is látszik, hogy annak ellenére, hogy sivár ez a táj, hát rendkívül változatos színei vannak, attól függően, hogy milyen a vulkáni kőnek a kémiai összetétele, tehát nyilván az ilyen vöröses színeket az vas tartalom okozza. Ami itt a háttérben látszik, az, ami elől van és sárga, az kénkiválás, ami a háttérben van, az nem sárga, hanem zöld. Van, ahol némi fű vagy moha már megtelepedett, tehát a
ez gyakorlatilag a nulláról indul a szukceszió ezen a tájon, és ennek a foltjait láthatjuk itt. Meg hát láthatunk olyan növényeket is, amik másút, mondjuk vasúti töltések mentén nőnek előszeretettel, nagyon szépen kirínak a sötét vulkáni kőzet közül, és a táj maga is olyan gyakorlatilag, mintha egy vulkáni töltésen járnánk. Hát itt látszik, hogy ezek a nagyobb kőzettömbök, ezek láva folyásnak a maradványai, és akkor innen még 1300 métert lehetne fölfele menni a pereméig a kráternek. A következő kép az szintén Szicília, és azt mutatja, hogy az opuntia kaktuszok, a füge kaktuszok, amik ugye Amerikából erednek, azok nagyon durva invazív növényként terjednek ezen a tájon. Ha megnézi valaki, hogy milyen földrajzi szélességre esik Szicília, akkor nem csodálkozik annyira, hogy ezek a növények itt ennyire jól érzik magukat. A következő kép szintén egy opuntia állomány, ezt azért mutatom be, mert Szicíliának ez a része, ami tényleg a déli csücsök, ez Tunisznál, tehát a tunéziai fővárosnál földrajzi szélesség alapján délebbre fekszik valamivel, tehát ennyire lenyúlik ez a sziget déli irányba. Kempingben fényre jött ez a nagy testű cserebogár, amit én először csapó cserebogárként, kalló cserebogárként, tehát polifila fullóként azonosítottam, aztán Nikola Ramé ismerősöm, aki nagy ismerője a rovaroknak, helyesbített, hogy ez nem a fulló, hanem a ragúzé, tehát ez egy szicíliai benszülött csapó cserebogár, ami Szicíliában sem mindenütt található meg. Szicíliában érdekes módon több benszülött csapó cserebogár is van. Ez a nevét Ragusa városáról kapta, ami Dél-Szicília, és látszik, hogy a mintázata azért más, mint a mi csapó cserebogarunké, amiknek sokkal nagyobb foltok vannak a szárnyfedőjén. Ellátogattam egy partmenti élőhelyre, és amit itt lefotóztam, ezek a bokortermetű pálmák, ez a Camerops humilis, pálma. Európában 2 darab pálma van, ami őshonos. Pálma az egyik, ami egy legyező pálma féle, és ez tényleg nem nő meg csak ilyen 1-2 méter magasra, tehát sűrű bozótos területeket alkot. A másik pálma az egyébként egy datoja pálma, ami Kréta szigetén őshonos. Az összes többi pálma, amivel mediterrán régióban lehet találkozni, ezek telepített növények, és hát ez általában dísznövényként ültetik őket, ami nem nagyon szoktak kivadulni, vagy invazív módjára terjedni. Egy nagyon sajátos, szukkulens növekedésű kutyatej féle látszik, ami tengerparti homokdűnéken nőtt. A többek között itt is próbáltam volna foltos érces gyíkokat keresni, de sajnos nem találtam meg őket. Ez egy nagy termetű skink egyébként, tehát a pannongyíknak a rokona, 30 centis hosszúságú térrel. Ami viszont rengeteg volt, ez az olasz faligyík, a Podarcis ciculus. Itt ez a kép, ez a Vendicari rezervátumban készült, erről lesz majd még egy-két további kép. Hát itt egy kép az olasz faligyíknak a változatosságáról. Én először kicsit sajnáltam azt, hogy mindenütt csak olasz faligyík van. Aztán rájöttem arra, hogy biológusként igazából ez is elképesztően érdekes, hogy egy faj ennyire változékony és ennyire evolvábilis. Látható, hogy vannak közöttük szinte egyszínű példányok, a legkülönbözőbb mintázatú példányok. Ezek ráadásul mind Szicíliából és Dél-Olaszországból kerültek elő, és hát valóban ez egy olyan faj, ami meglehetősen sikeres módon terjeszkedik például a Dalmát-szigeteken, például Észak-Amerikában, és valószínűleg ez a nagymértékű evolvabilitása az, ami hozzájárul ahhoz, hogy ilyen sikeressé vált. Egy másik faj, amivel sokat lehetett találkozni, ennek még az előzőn is jobban örültem, ez a Faligecko tarantula mauritanica. Két példánya látszik, amint az egyik kempingben kirakott komposztos ládákon vadásznak rovarokra. Nagyon szerették ezeket a komposztos ládákat, főleg a fiatal példányok, hiszen sok rovar rájuk, és ilyenek környékén egyszerre akár 5-10 példányal is lehetett találkozni. Aztán itt látszik egy nagyobb méretű példány, immáron falon. Európai gekkókról egyébként érdekesség, hogy 4 gekkó él, 4 gekkó faj él Európában, és ez a 4 gekkó, ez igen, a 3 családba tartozik.
és vannak ezzel kapcsolatosan mindenféle furcsaságok, hogy hogy jöttek erre rá, és melyik faj hogy került ebbe a családba. A faligekkó maga a levélújú családjába tartozik. A gekkók azok éjjel aktív állatok, de a faligekkó egy olyan faj, amit még napozás közben is reggel meg lehet letni, többinél gyakrabban szeret napfürdőzni is. Ezek a cserjék Szicíliában lettek lefotózva, és az az érdekességük, hogy valószínűleg teljesen elevűen bokrok, és ugyanúgy, mint ahogy nálunk télen a lombhullató fák, ezek nyár közepén elveszítik a lombjukat, és így vészelik át a aszályos mediterrán nyarat. Itt fotóztam karélyos keresztes pókot is. Azt nem tudom, hogy ez az Argiope lobáta, tehát ugyanaz a faj, ami nálunk fordul elő. Én azt gyanítom egyébként, hogy igen. Méretben azért van különbség, tehát ez egy jó 3 centis testhosszú, és akkor a lábairól még nem is beszéltem, nősténypók volt. Látszik, hogy valamilyen kisebb keresztes kakit a hálójában, ami valószínűleg a nagypók által, a nagypók hálója által ejtett zsákmányból szeret táplálkozni. A Szent János kenyeret ismerhetik esetleg azok, akik járnak olyan helyeken, ahol ilyen egzotikus terményeket árulnak. Mediterráneumban gyakran nő ez a fa, ültetik. Hüvely termése van, ami meglehetősen cukros. Úgy kell elképzelni nagyjából az állagát, meg az ízét, mint hogyha műzli szeleteket teremne ez a fa. Szoktunk örülni annak, hogyha tikkasztó meleg nyári napon szeretetés közben valamilyen gyümölcsfát találunk. Hát itt ilyen furcsa terméseket termőfákkal is lehet találkozni. Egyébként másik érdekessége az, hogy a karát, mint mértékegység, az a Szent János kenyér nevéből, illetve a magjából jön. Ezt használták drágakő és arany súlymérésére. Nagyon egyformák a magjai. Hát itt nem nagyon látszik sajnos ez a gyík, de azért megmutatom, ez az egyetlen olyan gyík, ami nem a Podarcis siculus, hanem a szicíliai benszülött faja Podarcis vaglerianus. Kicsit bele tudok nagyítani, és akkor látszik, hogy jól látható hosszanti csíkokat visel, sajnos nem engedett magához közel, és telefonnal csak ilyen képet tudtam róla készíteni, de örültem, hogy ezt a fajt is láthatom itt. Kalábriába visszatérve egy ottani keresztes pók, ami nagyon érdekes látható szálakat szőtt a hálójába, talán nagyobb állatokat rettenti el attól, hogy lefaggassák a hálót, ne menjenek neki. Akkor, amint említettem, eukaliptuszt azt nagyon gyakran ültetnek, főleg a kempingekbe. Hát itt az eukaliptuszon én úgy gondolom, hogy ez valamiféle pajzstetűnek lehet a pajzsa. Viaszos állaga volt ezeknek a kis képleteknek. Nagyon nagy számban hullott le ez a fák alá, és mondjuk amikor a kocsinak a szélvédőjére került, akkor a szélvédő ezt is szétkente, és nagyon nehéz volt a szétkent viaszt utána a szélvédőről eltávolítani. De említettem a kalábriai hegyeket, onnan van ez a kép, ami egyben hát ez azt is mutatja, hogy milyen üdeerdők vannak itt, azt hiszem lesz még erről további kép is, illetve ez az ottani benszülött békának az élőhelye, illetve az olaszországi benszülött békának, ez a Rana Italica, ami a balkáni Rana Grécának a közeli rokona, tehát ez egy ilyen hegyi patakokban élő barna béka, itt láthatók az epihalai, először ezekkel találkoztunk, aztán itt van egy fiatal példánya is, azt hiszem lesz még róla kép a későbbiekben. A csizmasarok Szalentói félsziget Olaszországban, Olaszországnak a legfőbb olivatermő vidéke, még talán mindig, de egyre inkább múlt időbe kell ezt tenni. A Xylella fastidiosa nevű baktérium által okozott betegség egymás után pusztítja el a fákat, és tényleg kilométereken át lehet ilyen csontvázzá csupaszodott, elpusztult olajfák között autózni, tehát itt embereknek a sok száz éves munkája ment ezzel kárba, de hát ez egy tanulság is, hogy ennyire nem jó egy terményre alapozni a gazdaságot, hogy pláne nem egy terménynek ugyanarra a fajta változatára, mert az fogékony lehet egy új betegséggel szemben, és ilyen nagy károkat okozhat ennek az elterjedése. A saroknak a legsarka
ahol éppen vagyunk, amit itt lefotóztam, az a kapri növény, ami a sziklán nő. És azt nem tudom, hogy volt még néhány kép, amit szerettem volna ezzel kapcsolatban megmutatni, de azt hiszem, hogy az időkeretemet, amit én erre az előadásra szántam, azt ezzel én kitöltöttem. Úgyhogy én most átadom a szót Bozóki Balázsnak, és akkor átmegyünk az előadás második felében Spanyolországba.